A feladatunk a navigációs funkcióval ellátott Nokia készülékek értékesítése a T-Mobile bevonásával. Célunk a mobil navigációs kategória építése és a fogyasztók edukálása. Az edukáció akkor igazán hatékony, ha a fogyasztót is bevonjuk a kommunikációba. És persze az is fontos volt, hogy sok regisztrált felhasználót szerezzünk, és minél több navigációs készüléket értékesítsünk. Mivel a navigáció alapvetően egy unalmas, funkcionális szolgáltatás, az igazi kihívás az volt, hogy azt izgalmassá, szerethetővé tegyük, és minél közelebb vigyük a fogyasztóhoz. Egy szokatlan nézőpontból közelítettük meg a navigációt. Ez nem más, mint a navigációs hang. Mivel a felhasználó és a navigációs rendszer között folyamatos az interakció, az emberi hang talán a legfontosabb eleme a navigációnak. Éppen ezért egy olyan navigációs hang, amely a fogyasztó számára kedves, érzelmi kötődést hozhat létre. A Nokia és a T-Mobile bemutatja. Az év navigációs hangja verseny. Legyél te az év navigációs hangja, hogy az egész ország a te hangodra mozduljon egy éven keresztül. A fődíj 1 millió forint. A kommunikáció egy 360 fokos integrált kampányban valósult meg, innovatív média használattal. A kommunikáció központi eleme a www.évhangja2009.hu weboldal volt. A regisztrációt követően a felhasználók két kategóriában indulhattak. Az első az év navigációs hangja, azaz a verseny maga. A másik a korlátokat és kötöttségeket nem ismerő freestyle navigációs kategória. A versenyben induló felhasználóknak a számítógépükhöz csatlakoztatott vagy beépített mikrofon segítségével egy félperces navigációs videóklipet kellett szinkronizálniuk. A saját navigációs videó bekerült a felhasználók profiljába, amit azonnal megoszthattak e-mailben, a Facebookon vagy az Ivi-ben is. A weboldalon nem csak a verseny futott, a készülék ajánlatok mellett lehetett a kedvenc navigációs hangokra szavazni, és voltak navigációval kapcsolatos nyereményjátékok is. A zsűrit hazai hírességekből válogattuk. Tóth Vera, az első Megasztár győztese, Bagi Iván, humorista és hangutánzó, illetve Harsányi Levente, a Rádió egy reggeli műsorának egyik műsorvezetője. Rájuk bíztuk tehát az előválogatást, de a győztest a weboldal látogatói szavazták meg a zsűri által előszelektált 14 döntősből. Több út vezetett a mikroszájthoz. Az egyik a Facebook rajongói oldal tele izgalmas tartalommal, amelyeket a felhasználók maguk küldtek tovább vírusként. Ilyenek voltak például Bagi Iván és Harsányi Levente freestyle navigációi. Körforgalomnál válaszd a második kijáratot. Hajts fel a hídra! Hát itt most az van írva, hogy balra kell menni, de én azt gondolom, hogy inkább forduljon jobbra. Menjen tovább egyenesen, az a biztos. És a navigációs narrációt kapott webes videók is. A kampányt egy külön IDIV alkalmazás is támogatta. Továbbá figyelemfelkeltő interaktív bannerek navigálták magukhoz a felhasználó kurzorait pixelről pixelre. Az országos lefedettségű Rádió 1-es stratégiai és tartalmi együttműködést alakítottunk ki, ami a szokásos spot kampány mellett aktív megjelenést biztosított a versenynek, a reggeli műsorukban a Kukoriban. A hallgatók a rádión keresztül is nevezhettek freestyle navigációkkal, és a navigációs napi hatosnak is nagy sikere volt. A rádiós nevezések felkerültek az év navigációs hangja websájtra, a legtöbb szavazatot kapott rádiós versenyző pedig automatikusan bejutott a verseny döntőjébe. Fordulj jobbra! Az indoor poszterek megjelenését a kihelyezési környezethez igazítottuk. Külön tervek készültek edzőtermekbe, pubokba és bevásárlóközpontokba. Legkézenfekvőbb eszközeinket sem hagyhattuk ki. Az utcai közlekedési útjelzőtáblák tökéletes üzenethordozónak bizonyultak. És az eredmény? Több mint 1000 versenyző és 10 000 feletti regisztrált felhasználó, akik alkalmanként átlagosan több mint 7 percet töltöttek aktívan az oldalon. És persze töménytelen mennyiségű ingyenes PR megjelenés. 2010 májusától keresd Nokia telefonodon az évhangja választható navigációs hangot. Menj tovább egyenesen. Megérkeztél az úti célhoz.